Na, szerusztok, drágoságaim! Hát lett egy ilyen kicsi hó, és van egy ilyen napsütésünk. Hát ez a csodálatos Deutschland. Na, de hát, témázgassunk, beszélgessünk csak egy kicsit erről a... Hogy is tudjam nevezni az orvosok privatizációjáról. Ugye, több helyt vannak magánpraxisok, és ottan praktizálnak ugye az orvosok saját praxisukban. Persze normális, hogy dolgoznak a kórházba is, és azt mondják, hogy több pénzt akarnak keresni. Nos, mi történik egy ilyen privatizációval, tehát ahol ugye szabadon engedik az orvosi piacot? Mi történik ebben az esetben? Tehát ahol profitorientált dolog van, ott mindig a profit az első cél, elsődleges cél. Mit jelent ez? És most ha lássa valamelyik orvos, akkor lehet, hogy fel fog háborodni, hogyha ezt a videót nézi, de egy kicsit azért, hogy nézzük magunkba és gondolkodjunk el rajta, mit jelent profitorientált lenni. Tehát akkor fog egy privát praxis pénzt keresni, hogyha ugye betegje van, sok betege van. Hogy lesz sok beteg? Lehet mondani azt, hogy van bőven, van elég, nem kell gyártani, de én elmondom nektek, hogy igazából ezt gyártani is lehet. Higgyétek el nekem, és tudjátok meg, hogy gyártnak is ilyeneket, például a kórházban levő pacienst átirányítsák a privát praxisba. Tehát ugye az már eleve egy betegbiztosítást fizetett az állambácsinak, de hát át kell menni egy privátba, ahol újra külön zsebből kell fizetni, és nem fedezi az állambácsi. Tehát ugye itt jön ki az, amikor egy piacot felszabadítunk, és azt mondjuk, hogy igen, itten mindenki, mondjam úgy, hogy azt csinál, amit akar, de igazából nevezzük úgy, hogy dolgozzon úgy, ahogy akar. Ez miért veszélyes? Na, képzeljétek el, hogy vegyünk-e fogorvost. Ugye persze többnyire most a fogorvosok mind privátok, de például, hogyha a fogorvos nem pucolja ki rendesen a fogadot és letömi, biztos vagyok benne, hogy a fél év múlva, év múlva megint vissza kell menni hozzá, meg kiesik a tömés. Tehát így lehet úgymond klienst gyártani, és így lehet pénzeket csinálni. Ugyanakkor ugye a szülésznőgyógyász, de nem, szerintem bármelyik szakterület, amelyik erről szól, nagyon egyszerűen beteget tud gyártani magának, és fent tudja tartani, úgymond, a klientúráját. Akkor, de hogyha profitorientált, akkor maximálisan ezt kell csinálni, mert hiszen ő így keres pénzt, így keres sok pénzt. Most, hogy ugye legyen is egy véleményem róla az egészről, rövidre fognám ezt a videót. Én szerintem ugye az orvosok felesküsznek, egy orvosi esküt tesznek le, ahol azt mondják ugye, hogy az embert mindenek előtt segítik. Hát ez a mindenek előtt ugye a pénz, a profit előtt is kellene legyen. Én nem engedném egyáltalán a privát praxisokat. Egyáltalán nem engedném. Mert én szerintem ezek egy olyan döntések, ahol bizza-bizza az emberiség kárára lehet. Most nem azt mondom, hogy mindenki ugyanezt csinálja, van, akik tényleg lelkükből lettek orvosok, vagy valamilyen meggondolásból, ugye beteg volt a családban, és az életek orvosok is tényleg azt akarják, hogy segítsék az embert. De elmondom nektek, ahol profit van, ottan a profitot nézik. Nincs kérdés, higgyétek el. És ahol profitot néznek, ottan az a szabály, hogy nincsen szabály. Gondolkodjatok ezen el. Ez volt a Big Fish csatorna, iratkozz fel a csatornára, stb. Ha van kedved. Mondanék sok minden jót, de inkább nem. Na, szervusztok! Ja, apropó, Németországban itten most a kórházban, voltam kórházban, ugye az ormitétemmel, és képzeljétek el, hogy ott volt a nyugdíj előtt, szerintem lehet, hogy nyugdíj után is volt, hát a nyugdíj közeli
orvos, altató orvos, aki vette fel az adatokat, és nem ette meg a 10 óráját, még ott volt az asztalon, mert annyi volt a beteg. Tehát azért vannak olyan orvosok, akik tényleg lelkükből orvosok, és megpróbálják elvégezni a munkájukat. De ez egy másik fejezet. Sziasztok! Brrr.